nagy élmény volt, mert hát az unokámmal voltam és a barátnőjével, hát ők fiatalok, és mégis annyira tetszett nekik az egész kiállítás, olyan élmény volt nekik, hogy tényleg örültem neki, hogy ők is értek el. Nem csak az volt a jó ebbe, hogy ugye egy ilyen barátságos, meg bensőséges környezet, hanem az is, hogy az ember úgy érezte, hogy mindenképp szem előtt volt, mert a magnetházban azért ott voltak ilyen sötétebb zúgok, meg eldugottabb helyek, és egyszerűen ott nem is tudtátok azt megcsinálni, hogy mindenki szem előtt legyen. Egyrészt a technikájuk, másrészt a szépségük miatt is, mert szerintem ez a kiállítás ez sokkal-sokkal szebb volt így, mint akárhogy, akármilyen képen nézem az interneten, mert hiába jó egy fotó, az nem adja vissza azt, amit a valóságban. Ez meg egy igazi belevaló diáktanya volt. Ez a klassz gyerekek. Jól érzi magát mindenki. Egyenrangúak vagyunk. Nem kell ide brilliás gyűrű, meg nem kell ide igaz nyaklánc. Nem kell megjátszani az eszedet, hogy te ki vagy, mi vagy, honnan jöttél, miért jöttél, hanem itt vagy. Itt vannak a te alkotásaid, itt vannak a te tanáraid, itt vannak a te mentoraid a kivetítőn, és nem tudom, és mindenki egyenrangú. Ez marha jól sikerült. Szerintem nagyon jó volt. Nagyon. Igen. Tehát ez sokkal, sokkal közvetlenebb volt, és sokkal hangulatosabb volt. Igen. Így számomra. Nekem meg annyira nagyon jó érzés volt az, hogy voltam már kétszer fönt, és akkor úgy éreztem, hogy hazajövök. Tehát, hogy olyan otthoni hangulata volt, és nagyon-nagyon jó dolog volt az, hogy találkoztam olyan emberekkel, akikkel a táborba is, és tudtunk beszélgetni. Ez a nap nem csak a miénk volt, ez a nap a tiétek volt, Andi és Péter, tulajdonképpen, mert ti hoztátok ki belőlünk a frankót. Szerintem is jobb volt, így otthonosabb volt egy kicsit így ez a kiállítás, meg olyan jobban lehetett szerintem is látni a képeket, tehát hogy nem volt egy oszlop mögé eltéve semmi, hanem olyan jobban átlátható. Tök megható volt, hogy mennyire sokan eljöttetek, és nagyon sokan vidékről, tehát tudom, hogy messziről. Fontos volt annyira, hogy rááldozzátok az időtöket, meg a figyelmeteket. Egyre többen vagytok a mentor programban, egyre többeteknek akarunk lehetőséget biztosítani arra, hogy megmutassátok a képeiteket, hogy nem tudunk száz, tehát száz kép az már kevés. Az kevés, és kevés a hely. És nagyon sok helyen ez a limit, tehát hogy ilyen 80-100 kép. Nevezzük ezt egy ilyen nagyon-nagyon közös dolognak, amit kiosztunk ebből az egész ötletből vagy programból. Találkoztunk az elit csoportosokkal, és ott valaki mondta, és szerintem tök jól fogalmazott, hogy azt mondta, hogy mi voltunk a katalizátorok. Mi inspiráltunk csak benneteket, de a végső soron a ti győzelmetek, tehát a ti ünnepetek